A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták itt az ünnepi időszakban. Napról napra jelentkezünk érdekes témákkal, vendégekkel, és ez a mód, ez a lehetőség egyfajta évértékelésre is alkalmat biztosít. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Földi Judit országgyűlési képviselőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, és köszöntöm a nézőket is. Bár ugye rövidebb volt ez az adventi időszak, hiszen december 24-én gyújthattuk meg az utolsó gyertyát, de hogyan élte meg, milyen emlékezetes pillanatai voltak önnek itt ebben az adventi időszakban, akár mint országgyűlési képviselő, akár mint családanya? Országgyűlési képviselőként nehezebb, ugye majdnem az utolsó hétig ugye parlamenti ülések voltak itt a szuverenitási törvény és Ukrajna kapcsán, hogy az egy keményebb december volt ebből a szempontból. Anyaként is ez az első olyan, hogy úgy élem meg, hogy ketten a Lehellel, de most már elég nagy, lassan 5 éves, és azt gondolom, hogy boldog volt, és hogy jól átvészelte ezt az évet minden tekintetben, akár a politikai, akár a magánéleti változások miatt, de teljesen meghitt volt, és mi nagyon szimbiózisban élünk, és azt gondolom, hogy nagyon jól működünk ketten együtt, és nagyon jól vesszük az akadályokat, remélem, hogy ez jövőre is így marad. Azt láthattuk, hogy közösen sütögettek. Mi minden hétvégén, ugye elég március óta eléggé felborult az életem, és nagyon sokat kell Budapesten lenni. Úgyhogy arra mindig figyelek, hogy pénteken délutántól vasárnap estig nagyon minőségi időt töltsünk ketten. És ennek az egyik eleme az, hogy minden szombaton együtt sütünk. Borzasztóan érdekli a főzés is, a sütés is, és tudja is, hogy mi minden hétvégén sütünk. A kókuszgólyó az, amit már teljesen önállóan készít, meg a muffin díszítés. Ez is egy ilyen anyafia program lett, és bízom benne, hogy ezt még nagyon sokáig fogjuk csinálni, és hogy érdeklődni fog még ez irány sokáig. Illetve a sakk az, ami elkezdte érdekelni, aminek én nagyon örülök. Én ugye szenvedélyes sakkozó vagyok, tehát versenyeztem is, és nem, semmilyen nyomást nem helyeztem rá, csak takarítottuk le azt a szekrényt, ahol a sakktáblákat őrzöm, és így karácsony előtt leporoltuk az összeset, és akkor kérdezgette, és most addig jutottunk, hogy már egyedül felhelyezi a táblára a bábukat, és 3 lépést tanítottam, vagy 3 bábunak. Tehát akkor már az ilyen lépésekkel is kezd tisztában? 3 bábunak a lépését tudja, és szépen lassan haladunk, nem akarok rá nyomást helyezni, tehát az ő döntése, de nekem ez egy nagy öröm. És ilyenkor mondjuk ilyen családi recepteket is kipróbálnak, azt, ami mondjuk akár a nagyi szakácskönyvéből előkerül, vagy milyen recepteket sütögetnek, azt, vagy próbálkoznak? Én nagyon sokáig nem tudtam sütni. Valószínűleg amiatt, hogy 20 éves cukrászdai múlt van mögöttem, és nem voltam rákényszerülve igazából. Főzni igen, tehát a nagyanyám megtanított főzni. És most az ő receptkönyvéből sütök, hát 3 éve kezdtem. Hát nem mondom, hogy zökkenőmentes volt az eleje, de most már bármit. Tehát annyira beszippantott engem is, és valószínűleg a Lehelt is már látta, hogy én is most tanulom. És a lelkesedés magában ragadt őt is. Hát meg együtt tanultuk igazából, és látta, hogy küzdök, azért az eleje az nem volt túl sikeres, de igen, a nagymamám receptkönyvéből sütünk. Most már a beiglit is. Tehát a tavaly volt az első év, hogy a beiglit is. Egyedül sütöttem, és most is. És erre roppant büszke vagyok, mert nem repett ki, úgyhogy végre azt gondolom, hogy sikeres projektet futottam be. És mondjuk, mert nálunk családilag ugye, nálunk is úgy van, hogy eléggé szűk az a minőségi idő, amit együtt tudunk tölteni a gyermekünkkel, de mondjuk nálunk ezek az ilyen közös vacsorák adnak arra is alkalmat, hogy átbeszéljük a napot, a hét fontosabb történéseit, akkor ez a sütés önöknél ennek a helyét tölti be, vagy ezt megerősíti?
Igen, meg akkor nagyon sokat beszélgetünk, meg magáról a készítésről, arra, hogy tiszteljük az ételt, hogy mennyire sokat dolgoznak azért mondjuk, hogy a dió az asztalra kerüljön. Illetve minden péntek, szombat, vasárnap együtt vacsorázunk, és szombat, vasárnap együtt tevédelünk. Tehát, hogy ez fontos. Most, hogy már ilyen sokat beszél, tényleg. Beszédes kisterek? Igen. Tehát átbeszéljük az egész heti ovit, hogy mi volt a logopédián, mi volt a néptáncon, éppen ki bántott kit az oviba, azért ez most már elkezdődik a fiúknál. És az egész hetet átbeszéljük, illetve megbeszéljük azt, hogy a következő héten hogy fogjuk megoldani, hogy neki mikor kell mondjuk apánál aludnia, tehát hogy ezeket így most már érti, és tudja, hogy a munkám miatt ebben segítenie kell. A parlamentet imádja, tehát a katonákért. Volt már bent egyébként? Igen, többször, és teljesen katonamániánk lett, úgyhogy a Farsangon is közölte, hogy ő katona lesz. A koronaőrökért egyenesen oda van, és először nem akarta érteni, hogy miért nem szólhatnak neki vissza, és ott próbálkozott ugrándozni, meg bohóckodni velük, és ugye szegények nem rá se nézhetnek. És volt egy nagyon cuki történet, mert az egyik felismerte legközelebb a kapuban, és akkor mondta, hogy megismersz, és Lehel furán nézett, hát most már beszélgethetünk. Tehát, uh-huh. Imádja egyébként, és most voltunk egy ilyen játékos délutánon, és képeket kellett felismerni, és egy vár volt a képen, és ő kapásból azt mondta, hogy ez a parlament. Asszociált rá, igen, szereti, nagyon szereti. Mennyire változtatta meg, ugye, mert a műsorunk elején mondtam azt, hogy egy kicsit értékeljük az évet. Hát azt hiszem, hogy ez a 2023-as esztendő az ön szempontjából rengeteg változást hozott. Az egyik például az, hogy országgyűlési képviselő lett a DK színeiben. Ez egy érdekes dolog valóban. Azt gondolom, hogy 20 éve erre vártam, és hogy ez egy ilyen álom volt, hogy az ember oda beül, és tényleg a legszebb munkahely a törvényhozásban részt venni. És hát az eleje az eléggé kudarcos volt, megmondom őszintén, tehát ez egy teljesen más műfaj, mint a helyi politika. Hát elég nehéz volt megélni azt, hogy mondjuk egy ülés nem úgy folyik, mint helyben, hogy kultúrált medrek között, tehát hogy nem kiabálunk egymás szavába, meghallgatjuk a másikat. Esetlegesen, hogyha ez egy jó javaslat, akkor azt akár a kormánypárti többség megfontolja, visszahozza, átgyúrja, ott ilyen nincs. Tehát azzal, hogy mondjuk a költségvetési módosítónál volt 7 javaslatom, pont nem érdekelte őket. Tehát, hogy el sem mondhattam bizottsági ülésen, hogy miről van szó, és hogy egyébként ez egy nagyon jó dolog. Azzal, hogy ellenzéki javaslat más söprik le, akkor bekiabálások vannak, tehát teljesen más műfaj. Amikor letettem az esküt, vagyis mielőtt letettem, akkor nekem volt olyan kérésem a pártelnök felé, hogy én mindenképpen szeretném megtartani a nőiességem és azt a hígadságot, hogy én nem szeretnék sem bekiabálni, se visszamondogatni, és hogy ezt tartom is, és szeretném is tartani. Alapvetően hiszek abba, hogy lehet ez a parlamenti munka még olyan, hogy ne ilyen kiabálások, meg visszamutogatások, meg a másik lebutázása, és ez a legenyhébb kifejezés szerintem, amit használtam. Ezt még tanulni kell, hozzá kell szokni, tehát aklimatizálódom. Egyetlen egy pozitívum van már, hogy most már eltalálok, tehát hogy... Tehát most már kísérlet nélkül is odaér, ahova folyamatosan kell. Folyamatosan elkeveredtem, innen tudtam meg például, hogy van háziorvos a parlamentben, mert fogalmam sem volt, hogy még ilyen is létezik. Mert egyszer elkeveredtem, és megtaláltam őket. Amikor ugye letette az esküt, illetve az előtte lévő időszakban, azért többször beszélgettünk itt, azt a Fehérvár TV nézői is tudják, hiszen nyomon követhették a híradásokban, és hát akkor nagyon-nagyon kötődött a helyi politikához. Ez változott-e valamit? Abszolút nem. Annál inkább is, hogy a parlamentben 24 felszólalásom volt, ebből 19 székesfehérvári kötődésű téma. A költségvetési módosítói jellemzően Székesfehérvárhoz kötöttek. 51 írásbeli kérdésem volt, abból 46 Székesfehérvárhoz is köthető. Jellemzően szociális dolgok, úgyhogy nem. És a testületi ülésekből egyet hagytam ki. Egyetlen egyen nem tudtam részt venni, akkor is egy vidéki DK-s rendezvény miatt. Az összesen itt vagyok, az összes közgyűlési anyagot átnézem, és próbálom segíteni
aki beült a helyemre, a Pintérné munkáját. Minden közgyűlésre voltak szociális területen létrejövő javaslatok, amikben segítettem a kidolgozásában, úgyhogy azt gondolom, hogy nem, sőt, ez egy jó dolog, hogy most már nem két országgyűlési vagy igen képviselője van Székesfehérvárnak, hanem három. Szerintem ez egy pozitív dolog, és nem szeretném ezt a városi politikát elengedni, tehát azt gondolom, hogy ez az utam, és én ezt nagyon szeretem csinálni, és ezt el is mondtam sokszor, hogy nem szeretném a fehérváriakat sem cserben hagyni, akik 19-ben bizalmat szavaztak annak, hogy nekem van helyem a fehérvári közéletben, én őket mindenképpen szeretném kiszolgálni. Most is említett, hogy a szociális terület a szívügye, ezt itt Fehérváron már megtapasztalhatták. Mennyire sikerült ezt továbbvinni a parlamentbe? Ott is sikerül a szociális ügyek élére állni? Hát az írásbeli kérdéseim és a javaslataim többsége az ilyen eredetű. Kifejezetten igazából a családpolitika, az otthonápolás, a lombik, a gyermekvállalás, a családdá válás. És a legutolsó ilyen téma is, ami Székesfehérvárhoz köthető, ugye a kormány megígérte, hogy Székesfehérváron is lesz olyan IVF központ, ami segíti, hogy a környéken élők könnyebben hozzájuthassanak ezekhez a kezelésekhez. Úgyhogy a sikereim azok inkább negatívak, mint jeleztem, nem igazán mennek át ezek a módosítók. De nem adom fel, és hogyha legalább 1%-ban is meghallják, amit én szeretnék, már annak örülök. Most az új CSOK Plusz kapcsán létrejött egy honlap, ahol lehetett véleményezni, illetve javaslatokat küldeni, hogy mind lehetne még javítani. Oda írtam egy elég széles körű javaslatcsomagot. Ha már abból valamit megfontolnak, vagy beemelnek, én már attól rendkívül boldog leszek, hiszen nincsen ellenzéki és kormánypárti meddő édesanyja, hanem édesanyja van, és az attól függetlenül, hogy milyen pártban ülünk, szerintem az egy felelős döntés, hogyha minden szinten támogatjuk őket. Ugye láthatják itt a közvetítéseken is, hogy valóban a közgyűléseken jelen van. Mennyire tartja fontos feladatának, hogy továbbra is segítse mondjuk a párttársának, Pintérné Varga Anna Máriának a munkáját, vagy akár az ellenzéki frakciónak a munkáját? Szerintem ez mindenképpen fontos. Én tettem Székesfehérvárért már esküt háromszor, és attól, hogy parlamenti képviselő vagyok, én azt gondolom, hogy ehhez az eskümhöz hű vagyok, és én nagyon szeretném, hogyha jövőre a helyhatósági választásokon is olyan képviselők ülnének a testületben, akiknek igenis szociális területen vannak még elképzeléseik, és szeretnének ezért a városért tenni. Azt gondolom, hogy van még olyan terület, amin igencsak lehetne javítani. Nyilván ez forrás kérdés is, átcsoportosítás kérdése is, de azt el tudom mondani, hogy voltak olyan javaslatok, amiket függetlenül attól, hogy milyen színezetű a polgármester vagy a testület, amit befogadtak, amit átdolgoztak és működik. Én hiszem azt, hogy 24-ben akármilyen színezetű is lesz a testület, mindig is fontosnak kell, hogy legyen a szociális szféra minden szinten, most akár idősek otthona, vagy akár óvoda, tehát én mindent ide csoportosítok, hiszen a gyerekek a jövő, és hogy mindent ez határoz meg. A 2024-es évet már érintőlegesen említette ön is az imént. Mit vár, mennyire nyomja rá majd az évre a bélyegét az, hogy gyakorlatilag két választás is lesz ugye júniusban? Egyrészt a helyhatósági, másrészt az EP választás. Ugye ilyen még nem volt. Az, amit kommunikálnak, hogy amiatt van, hogy forrás csökkentés miatt, hogy ne kerüljen akkor, vagy a költségcsökkentés miatt, én ezt kicsit máshogy gondolom. Az európai parlamenti választás jellemzően jóval alacsonyabb részvételű választás, mint a helyhatósági. Ugye a helyhatóságit sokkal jobban érzik magukénak az emberek. Elmennek, szavaznak a polgármesterükre, a képviselőjükre, hisz közöttük él, ismerik. Az európai parlamenti választás ez egy jóval nyitottabb dolog, pláne vidéken nehezebb ezért kampányolni. És szerintem a kormánypártnak az a célja, hogy azok az emberek, az ő szavazóik mindenképpen menjenek el az EP-n is szavazni. Szerintem ez erről szól, ezért van egyben. Biztos, hogy jóval magasabb
lesz a részvétel. Az, hogy ennek mi lesz a kimenetele, azt nem tudom. Azt látom, hogy egyre több probléma van ebben az országban, ami megoldásra vár, és ez nyilván súlyozottan jelenik meg a megyei jogú városokban, illetve a nagyvárosokban. Azzal, hogy az önkormányzatiságot ilyen szinten szorítja a kormányzati politika, az baj. És nagyon helyesen egyébként fogalmazott meg Székesfehérvár polgármestere és kritikus hangokat ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok olyan döntése volt a kormánynak ebben az évben, ami káros a helyhatóságnak, vagy a helyi embereknek. Ez az ellenzék feladata szerintem, hogy ezt megértesse az emberekkel, hogy ezt lehet máshogy, és hogy ezeket vissza kell állítani, és nem lehet az önkormányzatokat ilyen szinten sarcolni. Épp elég volt a Covid, épp elég volt az energiaárak emelkedése. Nem hiszem, hogy ezt a helyi embereken kellene levezetni, vagy a helyi emberekkel kellene megfizettetni. Hangvételben mire számít? Jaj, hát ez... Durva lesz a kampány, vagy ezt még megtippelni sem lehet most? Mindig elmondom, 19-ben is elmondtam, hogy én ezeket szeretném kultúrát mederben csinálni, és azért láttuk, hogy 19-ben is azért voltak ott csúnya dolgok. Hát, ha most megvalósul, és hát, ha most lehet olyan szinten csinálni, ami tényleg méltó, és nem csinálunk a helyi közéletből ilyen sártengert, ahol gyúrjuk egymást. Nagyon bízom benne, hogy ez most kicsit jobb lesz, mint 19-ben, emberibb lesz. Hát itt Fehérváron mondhatjuk, hogy az advent azért emberi hangvételben telt el. Elég, hogyha a legutolsó közgyűlésre gondolunk, ott is teljesen kultúrált mederben fújt az egész tanácskozás, meg az adventi időszak is talán mondhatjuk ezt. Igen, abban van egy-két olyan oldal, ami mocskolódik, és az ellenzéket piszkálja, tehát az egyik közösségi médián van két ilyen oldal is, ami még az adventi időszakot sem tisztelte. Bízom benne, hogy ez nem lesz jellemző június 9-ig. Ezek azért elég rosszul tudnak esni, amikor mondjuk egy Mikulás ünnepséget kifiguráznak és gumibottal ábrázolnak ezek az oldalak. Bízom benne, hogy mindkét oldal, és én most kritikus vagyok a saját oldalammal is, mindkét oldal ezt úgy fogja csinálni, hogy ez méltó legyen mindenkihez, és mondjuk június 10-én is úgy menjünk el egymás mellett az utcán, hogy egymás szemébe tudunk nézni, és normálisan tudunk köszönni, és nem kell lehajtani a fejünket, és nem kell szégyenkezni. Az adventről, hogyha beszéltünk, akkor a fehérvári advent forgatagában mennyire tudott részt venni? Volt-e valami kedvenc állomása, vagy kedvenc programja? Hát a kisvasút, de hát ugye ez a lehel miatt. Tehát azt órákat tudjuk nézni a karácsonyfa körül. Ez, ami a lehelhez köthető, ami már a barátaimhoz köthető, az pedig a borókás forralt bor az edénél. Tehát nekem ez a két momentum van. Azért ez az egy hónap azt gondolom, hogy kicsit kinyitja a szíveket mindenkiét, és hogy úgy megtelünk szeretettel, és kicsit nyitottabbak leszünk, elfogadóbbak leszünk. Én bízom benne, hogy ez júniusig itt marad velünk, ez a hangulat. Kicsi vásár volt, kicsi karácsonyi vásár, de ugye értjük azt, hogy nyilván meg kell húzni valahol. Egyetlen egy fájdalmam van itt az adventi vásárral kapcsolatban, de én ezt már minden évben elmondtam minden karácsony előtt, hogy egy roppant drága ezeknek a faházaknak a bérleti díja, és ugye emiatt nehezen jönnek. Mondjuk nagyon kevés kézművest láttunk idén, és az én információim alapján ennek az oka az ár. Lehet, hogyha ezen kicsit engednénk akkor, vagy engedne a város, akkor sokkal több lehetőség lenne, és sokkal többen ki tudnának települni a vásárba. Amikor beszélgettünk erről a találkozóról, akkor egy dolgot kértem, hogy hozzon magával valamit, ami az ön számára fontos. Mi lenne ez, amit magával hozott? Kettő ilyen dolog volt, és nagyon gondolkodtam, hogy melyiket hozzam el. Nyilván mindegyik a gyerekemhez köthető, csak az egyik már annyira személyes volt, hogy azt csak elmesélem, és azt nem hoztam el, a másikat megmutatom.
Ugye lehel nekem a lombik baba, ezt nem szoktam titkolni, és amikor a beültetés megtörtént, akkor amikor készítenek egy ultrahang felvételt egy mini pöttyről, hogy hova került be az embrió, és én ezt a pénztárcámban őrzöm, ezt a nagyon pici felvételt, mert hogy ő az én pöttyöm, és abból lett a gyerekem. A másik pedig egy elefánt. Az elefánt ez meghatározó a kettőnk életében, és ezt akkor vettem meg, amikor megtudtam, hogy a Lehel kisfiú lesz, 11 hetes terhes voltam, és azóta mindenünk elefántos a szobája is, és hogy ez mindig a táskámban van, függetlenül attól, hogy mekkora és milyen a táskám, és hogy bárhova megyek. Tehát ez volt az első elefánt, és ez mindig, tehát ez az én kabalám is, és a Lehel kabalája is, illetve az a felvétel, ami tényleg annyira személyes, az a pötty, hogy azt igazából nem szoktam megmutatni senkinek, elmesélni el szoktam, de azt megmutatni nem. És akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk például Lehel kis elefánttal alszik, vagy ilyen alvós játéknál nincsen már? Elefánt hegyekkel alszik. Aha. Tehát a hegyek közé befészkeli magát. Igen, tehát az elefánt az abszolút meghatározó, és amiatt lett szürke a szobája, elefánt lett felfestve, egy nagyon ügyes kézműves székesfehérvári lány festette a szobáját kézzel. Úgyhogy igen, ez meghatározó. Meglátjuk, hogy meddig, mert most ugye katona és vadász stílusban megyünk át, úgyhogy nem tudom, hogy az elefánt ebbe hogy fog beleférni, de erről a kabaráról tudja, hogy ez az első, tehát hogy ezeket már nyilván elmesélem neki, és ezeket tudja. Akkor a farsangi jelmeztel nem is kérdéses. Vadász. Most ez az új, a katona volt még pár héttel ezelőtt, de most áttértünk a vadászra, az pedig azért, mert voltunk a vadászati kiállításon. És ott beszippantott a tollas kalap, meg a puska, hogy megfoghatta a puskákat. Elmagyarázták neki, hogy mire lehet vadászni, hogy a rókára, a kacsára, tehát tátott szájjal hallgattuk több órán keresztül, úgyhogy most éppen vadász lesz. És kézzel készül majd a jelmez, vagy ez majd még meglátjuk, hogy mennyi idő lesz? Egy gombot alig tudok felvadni, de tényleg, tehát hogy a kézügyességem az sajnos nem túlfejlett. Nem is a nagymama segített mindig. Ez a varrás, meg ezek a kézműves dolgok nekem annyira nem. Tehát, hogy nagyon reál vagyok, a matekot imádom, meg minden ilyesmit. Most már a sütés is megy, de ez a varrás és kézműveskedés, ez nekem soha nem volt az erősségem, úgyhogy bajban is vagyok, hogyha leszakad egy gombja, vagy a kesztyűje a kabátról most éppen tegnap. Tehát ezekkel bajlódom nagyon, úgyhogy biztos, hogy nem én fogom varni ezt a jelmezt. De közösen elmondják meg. Közösen el vagyok, igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt vendégünk volt az ünnepi beszélgetésekben, és egy kicsit talán másik oldalról is megismerhették Önt a nézők. Én is köszönöm, és nagyon boldog új évet kívánok minden székesfehérvárinak. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, ezt a beszélgetést csak úgy, mint a többi ünnepi beszélgetéseket megtalálhatják és visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, további szép estét kívánok, és hogyha tehetik, akkor holnap is csatlakozzanak, nézzék velünk az ünnepi beszélgetéseket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.